Szövetségünk hosszú évek óta foglalkozik a nordik ókunyú sportág népszerűsítésével. Azt gondoljuk, hogy ez egy rendkívül könnyen elsajátítható, könnyű mozgásforma, ugyanakkor életleni hatása egészen kiemelkedő, az úszással egyenértékű. Annyi izomcsoportot mozgat meg egyidejűleg, amit egyébként más sportágakkal csak nagyon nehéz lenne elérni. És nem utolsó sorban egy olcsó sportág, hiszen semmi más nem kell hozzá, mint egy speciális bot, amivel, hogyha megtanuljuk a helyes technikát, akkor vígan lehet közlekedni. A mai napon egy szakmai napot tartunk azoknak a szakembereknek, akik már évek óta oktatják ezt a sportágat, és a felgyűlemlett tapasztalataikat itt ezen a szakmai napon egymással kicserélhetik. Több mint 50 oktatónk vesz részt ezen a napon, és kíváncsi arra, hogy milyen újdonságokat, milyen új ötleteket tudunk elmondani, nem csak mi, hanem ők is hoztak saját maguk tapasztalatokat, amit elmondanak, és továbbadják azoknak, akik érdekeltek ebben. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oktatóink nagyon érdekes, különböző programokat hoztak ide nekünk. Az egyik előadónk az a babahordozásos Nordic Walkingról beszélt, ami annyit jelent, hogy hogyan lehet pici babákkal, illetve terheseknek ezt megoldani. Az Aqua Nordic Walkingról is szó volt, ami egy nagyon-nagyon hasznos, tulajdonképpen kiegészítő sportja lehet mindenkinek, aki Nordic Walkingozik. Kimentünk a nagyrétre, és videófelvételt készítettünk azoknak, akik szerették volna megnézni, hogy azóta, mióta eltelt az oktatásuk, azóta mennyit változott a mozgásuk, és azt majd a mai délutáni foglalkozás alapján ki fogjuk elemezni. Mindenki saját magát fogja kielemezni. Azok, akik a mai harmadik szakmai napon itt voltak, azok tavaly előtt is részt vettek a szakmai napon, és lehet látni, hogy nagyon-nagyon sokat foglalkoznak az anyaggal, nagyon sokat foglalkoznak ezzel a sporttal, és tulajdonképpen látni, hogy nagyon jó mennek. Kezdetben sokan hiányolták a sílécet az emberek alól, de ez nem egy sífutás, ez egy más jellegű sportág. Mindenkinek javasoljuk, hogy próbálja ki. Egyre gazdagabb tapasztalatokkal mennek az országban szét az oktatóink, és hogyha több információra van szüksége, akkor javasoljuk, hogy a Nova közepén www.hu honlapunkra látogassanak el, és ott sok ismeretet fogunk tudni átadni mindazoknak, akik fejlődni szeretnének ebben.